hogy pont van egy bőgön nekem a kárta, ahogy kell. Úgyhogy már 7 óra is a lányom sehol, hogy riszkulom magam, ha egyszer elküldöm valahová, bevált már áldessék, hogy ez egy termjom, hogy én szeretem, hogy szeretem, hogy reprezentálni anyag, olyan jól tudjuk én. Mama! Na, mama! Na, megjöttem! Na, hálak Isten! Na, végre megjött a Szent Király! Újabb ennél! Tartozkodó viselkedésem, utána a dolgozó női ám tiszteletem.
választást már mondtam. Ne mondja, hogy akkor. Autóbusz előtte már. De az első karabúták alatt lette. De akkor maga ért a kiukasztáshoz. Rajta. Na, vagy van, kérdezzen a bevétel.
maguk is kibeszélik, nem? Hát persze, de ott elég sikerül. Majd, Ella ezt is kibéli. Egyébként én igazán örülök, hogy Ella nem jön el. Így legalább keredélyi dollárjai biztonságban van a Pepsi. Ez az amerikai megismerkedik Ellával, hát két hónapon benne egy árva centje sem marad a Na, ez igaz, jó, hogy is ő mondja. Kedves mama! Valéria! Te mit tened, addig Galéria? Kedves Valéria, nézd, én egyenesen szerencsésre kapom, ha ez a lenni. Hogy fog? Mi? Maga ehhez nem értettél? A nagy üzletek mögött mindig ott bújkál egy kis nő, igaz, mama? Igen. Hogyan erre semmi szükség van? Kennedy az egy komoly özvegy üzlet. No és? Hát akkor is. Egy finom, csinos, elegáns nő ilyenkor sohasem árt. Hát az összes emberek is férfiak. Legalábbis akad köztük ilyen is. Hát ha akarják, ez így érdekében is felállít. Mama! Maga! Miért? Hát függetlenül az egyetemben. Ebben a korban? Maga mondta, hogy ezek az amerikaiak milyen bátor emberek. Tudományos elvi alapjait.
Igen. Éves kapcsolás! Nincs más hátra, az utcáról te felhívni valamit. Hívjak, felvon. De mondja csak igen, és nincs magának valami lókola, illetve egy barát, egy intelligensebb ember, aki angolul is tudja. Van egy mérnök sógorom, az perfekt angol. Nagyszerű, tudni, kéne egy 14. az osztaltársasághoz, aki angolul is tudja, gyorsan kerítse elő, jó? De sajnos lehetetlenül, mert új szélhang van itt. Yes, stupid. Excusez madame, qu'est-ce que tu fais? Valet. Valet. Valet, valet, valet. Thank you.
Jó, Kodászi! Szabad! Jön ezért várjon mindig, tengerpart! Tudja, a mama életét a tengerparton minden hét egy évvel hosszabbítja meg! Egy egész évvel! Legyen az az egy hét a tengerparton a mamáé! Hála Istennek!
egyetemet tisztek kellene, hogy bemutassam az ízébe, ahol a Szabó Gusztáv. Szervusz, esél! Miss Julian, hagyj mutassa be, legkedvesebb barátunk, házunk állandó vendége. Ready?
kettes különbe. Thank you.
maga idája, nem fogom, miatta megvárakoztat a vendégeket valamit. Ugye, ezt nem tegyük meg a professzor úr, a házunk régi barátja, nekem 20 éve a házi orvosom, és ami még ennél is fontosabb, állandó bridge partnerem. Ez engem nem érdekel, mama. De, igen. Mama, csak nincsenek veled szígyal. Miért? Én egy csinosnak mondom, független özegyasszony, ő pedig egy anyagilag is ilyen jó karban tartottak meg. Jött volna egy útra, most már nem várunk tovább rá. Minden percben mit lehet? Mondtam már, hogy ne idegeskedj. Vendégek már nem vitatkozom a mamával, hol van a vendég, mindegy itt vannak, és mindenki türelmetlen már. Tudod, kinek kellett türelmetlenek? A maga kedves igazgató ura, az a szemtelen ilas, az reklamálja, hogy lefangosan van a vacsorád, és akkor legyünk túl a mai. Én úgy látom a mamát. Adja már maga legalább a vacsorát, szeretni már az asztalon látni. Mr. Borgás! Borgás! Mi lesz már azon a vacsorában? Mi van a türelmet visszakerül? Őszintén szóval nagyon éhes vagyok. Én is. Különösen amióta megmondtam, hogy paprikát sírtál ezt vacsorában. Igen, nakadlival és uborkazsalát. Pláne, 30 éve ne lettem én az egy paprikás sírtét. Hát most egy néhány percig kibírja Mr. Kerencsét. Ez a vacsorában, házilag készül. Tudja? Addig odáról jön nekem. Ó, hát ha régen vacsorát, nagyon nehéz ezt az alakot hangulatba. Mama, ne forszírozza, mert a végén még kiüldözi szegény embert Európából. Nagyapka, ami van a vacsorában, én lázom. Igen, nagyapka. Emlékért. Kinek beszél maga? Micsoda pimasz hang ez? Vendég vagyok, hogy mi? De nem légyszerű. Nem biztos, hogy értem, maga átprogramoz, én nem vagyok komputer. Túl a mai estén. Én holnap úgy átprogramozom a tanulmányt. Madam! Közben ül a hatvérmi vendég vagyok, nem a sofőr és nem az inasa. És a jót tanulok a vendéget, tisztelőjel, tisztelőjel, tisztelőjel. Ezt a pimas hangot? Maga engem ne tanítson illemre! Mi az van? Mit történt már neki? Ügyes kérem! Ha ezt a pimas fráter ki nem rúgja holnap reggel, ez komoly! Hát kérem, én már is megyek. Tessen a botrányt öreg, nem maradj jól mondjuk. Most válasz öregem, hogy én megyek, vagy a mama. Mama! Nem tudom! Mama, ha hallgatik? Én nem hallgatok, én titkos szavazást kérek. Maga, hogy az anyósát sérteget? Igen, hogy tudom? Hallgatlan pimasság! Kifele! Biztos csak rám, maga, hogy én elálltam a haját, majd erőt. Ez szó sem! Maga megsértett az anyósomat. És ezért meg kell, hogy kapja tőle a magáit. Köszönöm. Az az összeg, ez nem precedens. Ez az összeg az egész estére szól, szóval a pausáli. Hát nem mondom, ha valami újabb produkálok, az anyosom végleg elköltözik itt valahol. Nem zártozom el a további honorárunkat. Attól fényesek magának sem fog menni muszik. Én mégis megpróbálnám a lehetet. Az csak Isten, hogy várondozását csinek koronázza. Te vagy! Én rossz a fejtet. Legjobb volna elvágni a kábelt. Ide, vedd föl te. Én nem merem, nekem is legyen. Halló? Igen? Kovács Pétér lakása. Add már ide, halló, drágám, az meg jöjjön ide, te gyűjtőcske, ott van az a kínassal beszél. Halló? A kínassal beszél. Halló, mit akar? Csoda, hogy nem jött. Nem, semmi előtt. Nem lehet, hát hiá. Luka, kinek a bele? Nem látta, hogy van? Hogy van a bele? A vad a bele? Nem látta. Jó, átfűrodott. Igen, hova nem? Hát persze, hogy rendben róla. Jó, Isten áldja, hogy a rád. Mi történt? Nem tudom, valakinek kilukadta a vad bele, vagy átfűrodott. Minden lényeg az, hogy nem jön a professzorokban. Akkor 13 vagyunk az asztalnál. Szóljuk el, vigyesnek! Igen, hogy menjen el itt hol! Igen! Én is, hogy nézzek távol, hogy mindenkinek kiutat a nyúlra, hogy... Kovács, mondd el,
felesleges vagyok magam. Igen, igen, ha megmarad, de meg intézkedhetsz, hogy vállaljanak, hogy a 12-en leszünk. Szállod, de ezt a szeretet nem vállalom. De mit? Hogy? Dolga jössze a Holmiát, holnap reggel megkapja a fizetéseket a bizonyítványát. Aha, kérdezik. Nagyságos méltóságos lesz. Nagyságos méltóságos lesz, hogy szeretnék valamit mondani. Nem, nem tudom, hogy szeretnék. Én is nagyon szeretnék valamit mondani. De nem érdekel. Mama, ha az se tudja, hogy mit akar mondani. Nem tudom kétszer. Attól kérem, hogy úgy van meg van Albert, nincs elég fantáziája. Thank you.
Yeah.
Thank you.
vállalni. Hát mi sokáig már paprikás csirkét fogunk reggelizni, jogodnival. Hát nem tudom, papa, fogalmam nincs róla a fejemben. Egy pillanat. Hello! Thank you.
vagyok volna télen. Atya, légy! Vagy délután. Óriási! Vagy este. Mit képzel, édesiek? Minden Amerikából is rögtön illeszembe a programokba. Hát rendkívül elfoglalt nő vagyok, ugye délben kellett. A szobát nem viszik a szűrőmet, ez a termítézem a fábrakban, mert így 45-ben telefon. Nagyon a pedigőr, a masszőr, a frizőr, az alapok, és akkor ezt felhúztam, lövönyöztek, akkor felült öltözöm, és dolgom a városba komissiózni. Felviszom egy beteget a serpóba, mert úgy jön, hogy csaltak meg. Aztán viszom egy konyakot az Európába, mert úgy, hogy ki nem csalták meg az illető. Dél-12-ben volt, viszont a Hiltonnak kellene, nem tudja, hogy mikor válnak. Dél-3-kor hazarohanok, megeszem az ebédemet, teát kétszer sütel és 52 darab boldog. És félbetőkor már magam sem tudom, hogy hogyan kerülök átba. Hát most mondja meg, édes ilyenként, hova szólítsam be magát? Hát nekem volna egy ötletem. De hiába világ életemben csekkem volt a nőknél. Egy nőt szerettem igazán, az is félrezben. Igen, és kihez? Hosszás. És most itt a másik bank, magánál pedig reménytelen a helyzetem. Magamban, de úriasszonynál semmi sem reménytelen. Apró figyelmességekkel, észre, kocsi, lakás, tűla. Nem is kell magyarázni egy ilyen amerikai gentlemannek. Ugye maguknál Amerikában is vannak ilyen kúriasszonyok, nem? De még mennyire csak tudom, de nálunk Amerikában más a módi. Ott mindenben a tempót imádják. Ott a nők a tempót imádják, és a ritmus. Oh. Ott sokszor egy jó sikerű randevón születik él. És hal meg a szerelem. A köldök a legénesebb alatt a nő. A szája, a mája, a bája tehető. Éhez hitem kedvem, de hol megtalálható. És mint a konzerv minden percben feltállalható. A nyaka, a bába, egy földi tünemény. A feje fogján, a lábáig minden tehető. És robban nagy előnye az, hogy könnyen főzhet. Franciát, hát ezt szoktam meg ilyen kisgyerekkorom.
történt a személyzettel? Apró kismelő. Baleset? Gondolj, hogy is egy jobb eset, a sofőrünknek váratlan szerencse jöttek. Megütötte a fő nyeremény? Vagy... Szinte. Jobb állást kapott, és így itt hagyott bennünket. És mi történt a szobalányatokkal? Azt kirúgtuk, drága. Yeah.
Ha ha ha!
lelket. Sajnos szegény. Mindig meg nem érte azt, hogy én voltam ő. Nem! Csak az! Nem csak a 20 évesen ki a világot. Az a helyzet, hogy engem senki nem ért meg, vágyom pedig nem érte. Az özvegyi magány nekem maga a börtön. Őn értem hát, Richard, a börtön. I
termosz kérték. Gratulálok, Mr. Kennedy. Gratulálok. Sok ilyen jó ütletet kívánok én meg. Köszönöm. Kérem, legyen szíves, szóljon a kislányomnak. Szeretnék a lenészethez beszélni. Hagyd tudja meg a jó hírt, elsőből nekik, hagyd ranak. Itt Iliárd, hagyd meg a papáját. Baj van, kislányom. Baj, mi van? Most hívott fel New York. A telep részvényeink 11-re estek. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy 500 ezer dollárt vesztettem a tőzsdén. Hát ez kellett. Ez annyira kellemetlen, hogy ezek után már szó sem lehet a farkácsikkal való társulásról. Úgyhogy ezek után legjobb lesz, kislányom, hogyha mi most angolosan távozunk. Papa, ezt nem tehetjük meg. Hát akkor mit csináljunk? Hát akkor búcsúzzunk. Kitől? Kitől? Érzelmeinktől. Szeretni borulási, de zsiró lenne, csak az a másik észre venne, benne lenne. Jaj, Frigyes! Hallja meg, hol a kocsú volt, szegény mama? De akkor állt a tűnhajt! Ex van everything! Búcsúzunk! Good night!
hogyha nem maradszik mi megyünk. Köszönjük szépen a szíves vendéglátást kívül. Csak nem akarnak már is menni. Ugorja már picikén, bontson már ki, ami meg Pestből. Persze, szállítsa Porti dolgozó! Thank you.
Yeah.
ez úgy alakult, kedves Pusztika, kedves Júri, ahogy... Éjszakai telefon, és elmegy a kedvem a rögéstől.
Hogy is?
aki jobban fektette bennünk fel. Én nem irakba vettem részvényeket, hanem jobban. Irakba vettél részvényeket? Arra. Én okos kislányom, de jó, hogy nem rám ütöttél. Nem azért mondom, de hogyha az 500 ezer dollár befektetnék az én konzervgyáromban, olyan jó nőztem. Tiszteletem megkérjem a kedves mományom.